megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Kórházi Dolgozók Ökumenikus Biblia Köre. A jubileumi évfordulón számba vették az elmúlt évtizedek történéseit, majd ünnepi istentiszteleten emlékeztek a múltról. Egerből érkezett az évforduló alkalmából tartott istentiszteletre Tóth Katalin. A fiatal lány elmondta, a rokoni szálakon túlmenően a közösséghez tartozás öröme és a megélt közös élmények miatt csatlakozott az ünneplőkhöz. A kórházlelkésznek vagyok az unokahúga, és így azért úgymond úgy beleszülettem ebbe a közösségbe. Sokat voltam nyáron velük, jártam a bibliakörös nyári csendes hetekre, úgyhogy úgymond egy tiszteletbeli tagként számítanak rám. 25 évvel ezelőtt a betegek mellett helytálló kórházi dolgozókban is felmerült az igény azokra a közösségi alkalmakra, ahol az örömöt, a bánatot, a felmerült problémákat a Szentírás tanítása szerint beszélhetik át, fogalmazott Kittlingerné Tóth Márta. A kórház lelkész elmondta, az évforduló jelentős esemény közösségük életében. Különlegessége az Istennek a megtartó kegyelme. Az, hogy az ő kegyelméből vagyunk, létezünk, tényleg viszontagságos körülmények vannak, mindenütt csak a panaszokat halljuk, és mi szeretnénk az öröm üzenetet felmutatni, hogy Isten gondoskodik rólunk, és merjük rábízni, aki megtartott bennünket 25 éven át, az előttünk álló időszakban is. Ő lesz velünk, és ezt szeretnénk kicsin sejtként egy hatalmas intézményben képviselni. A dolgozói kezdeményezésre létrejött Ökumenikus Bibliakör az elmúlt 25 évben mintegy 100 főt számlált, napjainkban közel 20 tagjai a két hetente találkozó gyülekezeti közösségnek.